A szegedi nézők az elmúlt évek során nem láthattak itt a szegedi szabadtéri játékokon, holott korábban itt törzsgárda tagnak számítottál. Hány év után tértél most vissza a Rómaó és Júliába? Az Elizabeth című produkcióval voltunk itt utoljára az Operett Színházzal, 98-ban, tehát 7 éve, ugye, ha jól emlékszem. De előtte is voltunk Elizabeth-tel, és 94-ben voltunk itt Miss Saigonnal, a Rock Színházzal 1986-ban először a Jézus Krisztus Szupersztárral, aztán Nyomorultakkal. Habár én a Nyomorultakban a Tenárgyé második szereposztása voltam a Szombati Gyula mellett, de én itt Szegeden nem játszottam Tenárgyét, csak Pesten. És utána 88-ban pedig a Bestia című Szakcsillakatos Csemer Géza musicallel voltunk itt. Sík Ferenc rendezte, és abban a Bibea város bolondja voltam. A Rock Színház sajnos idestova 10 esztendeje megszűnt. Mi történt az alapító tagokkal? 1996-ban a Rock Színháztól átvett az Operett Színház, akkor Szinetár Tanár úr volt az igazgató a Budapesti Operett Színházban. És akik itt maradtak, vagyunk vagy 10, azok azóta is itt játszunk műzikelekben. Én operettekben nem játszom, csak műzikelekben. De hát jó pár olyan sikert mutattunk be az utóbbi években, ami folyamatosan megy, úgy mint a Mozart, vagy az Elizabethből is játszunk még időnként, vagy most például a Romeo és Júlia, vagy az új darab, a Szépség és a Szörnyeteg. A tévénézők azért, mint szinkron színésszel is találkozhatnak veled. Kiknek szoktad a hangodat kölcsönözni leggyakrabban? Van egy sorozat, amit félbe kellett szakítani, amiatt, hogy most én lejöttem ide Szegedre, hiszen ott napi felvételek vannak, és nem tudtak várni, hogy én most 2 hétre lejöttem. Nagy kedvencem a rajzfilmek, például jó 10 éve a Popeye-nek kölcsönöztem a hangját. Szeretsz szinkronizálni? Nagyon szeretek szinkronizálni. Egy nagyon nyugodt légkört érzek mindig, mikor bemegyek a stúdióba, és odállok a mikrofon elé. Koncentráció kell hozzá természetesen, hiszen egy próba és rögtön felvétel, vagy talán sokszor próba nélkül kell megcsinálni, attól függ, hogy mennyire igényes a stúdió, vagy maga a film. Szinte már tiszteletbeli szegedi vagy, ami ezzel együtt jár, hogy meglehetősen jól ismered a szegedi éttermeket, a szegedi ízeket, a szegedi konyhát. Pontosan így van, hiszen otthon Budapesten nem sűrű járok étterembe, nem járunk a feleségemmel, hisz mind a ketten jól főzünk, és azon kívül időnk sincs rá. Ha viszont, ha kiszabadulunk a telekre, akkor ott nagy a sütés-főzés szabadban is többek között, és mikor így eljövünk például Szegedre, akkor természetesen itt nem főzünk, itt viszont a főzésen nincs idő, úgyhogy étterembe járunk. Kinézek valamit az étlapról, és ami megtetszik, szeretem a szárnyasokat, kacsát például, pulykát, de a marhahúst is nagyon szeretem. Az egyértelmű, hogy ínyenc vagy, ez viszont nem látszik az alkatodon. Ugyanolyan vékony vagy, mint régen. Igen, igen, nagyon szerencsés alkat vagyok. Bármi tehetek, bármikor, előadás után is leszoktam ülni, leszoktunk ülni vacsorázni, mert ugye előadás előtt nem lehet teli hassal színházba menni. Említetted, hogy te is, a feleséged is szeret és tudtok is főzni. Hétköznapok során gondolom erre nem nagyon van időtök. Hétköznap én szívesen főzök, szívesebben, mint a feleségem. A feleségem az lassabban szeret főzni, szeret vele pepecselni. Én viszont pillanatok alatt össze tudok dobni bármilyen kaját, ami úgy eszembe jut, menet közben hazafelé megveszem a hozzávalókat, ha esetleg nincs otthon a hűtőbe, és nekem nem gond egy óra alatt összedobni egy finom kaját. A kerti partik azok persze egészen másról szólnak. Nagy sütés-főzés megy, a feleségem nagyon jól csinálja például, mert ő karcagi, az öreg lebbencset, úgy hívják, hogy azt hiszem, hogy slambucnak hívják ott Karcagon. És mikor én először ettem ilyet, mikor elmentem Karcagra, akkor még az anyósom készítette először, és én ezt nem ismertem, és mikor megláttam, akkor azt mondta, hát ez persze, ez a krumplis tészta. És mikor megkóstoltam, akkor kiderült, hogy nem, ez egészen más, mint a krumplis tészta. Egy jó ételnek, egy jó ebédnek, vacsorának méltó kiegészítője lehet egy megfelelő minőségű bor. Én a testes vörös borokat szeretem, a Cabernet Sauvignont, például a Villányit, de több tájról is nagyon finomak ezek a borok.